Sziasztok! Én Luca vagyok, és a mai videó iszonyúan izgalmas lesz, mert hogy a szemem színét fogjuk megváltoztatni. Nekem egy ilyen középbarna szemszínem van, nem a legsötétebb barna, de azért elég barna ahhoz, hogy ne mindenféle kontaktlencse színezze át rendesen. Én már egészen kiskorom óta szerettem volna kipróbálni, hogy milyen lehet más színű szemmel élni, és amikor tőlem megkérdezték, hogy milyen színű szemet szeretnék, akkor hát azt mondtam, hogy barnát, de úgy igazából sötétzöldet, mert az annyira különleges, és emlékszem, hogy még régen, amikor nagyon kicsi voltam, és még nem volt saját pénzem, meg semmi, akkor a kezembe adtak a West Endben egy szórólapot, amin ilyen kontaktlencse, színes kontaktlencsék voltak, és annyira nagyon szerettem volna kipróbálni, csak persze baromi drága volt az összes. És ahogy így visszagondolok, egész életemben egy csomószor volt, hogy eszembe jutott, hogy jó, akkor veszek kontaktlencsét, oké. Most végül is már van keresetem, akkor veszek. Meg a szemem is romlott egyébként azóta, szóval nekem kiskoromban teljesen tökéletes volt a szemem, és aztán ilyen, hát, tizenévesen, szóval a gimiben, amikor egy osztálytársamnak a negyedes szemüvegét fölvettem, akkor így láttam, hogy úristen, akkor én mégsem látok tökéletesen, mert így láttam a távolban a fenyőknek a tüskéit kb. Úgyhogy ott már egy kicsit romlott a szemem, most hát feles 3/4-es között van, attól függ, hogy mikor vizsgáltatom. Úgyhogy azóta már van szemüvegem is, amit egyáltalán nem hordok egyébként, meg kontaktlencsém is, szóval kávé már hozzá is szoktam a használatához, bár kontaktlencsét sem szoktam hordani. Sajnos eléggé érzékenyek a szemeim, de nem tudom, attól is függ, hogy milyen napom van, mert van olyan nap, amikor egyáltalán nem érzem, hogy bent van a kontaktlencse, és van olyan nap, amikor beteszem, és egyszerűen rögtön irritálja a szememet, és nem bírom elviselni, úgyhogy változó ez az egész, de úgy általánosságban nem szoktam kontaktlencsét hordani, viszont megint így fellángolt bennem, azt hiszem, hogy egy YouTube videót láttam színes kontaktlencsékről, és megint így fellángolt bennem, hogy nagyon szeretnék kipróbálni egy színes kontaktlencsét, zöldet, és elkezdtem nézelődni neten. És egyébként régen is már voltak ilyen fellángolásaim, és akkor mindig elkezdtem nézni neten a kontaktlencséket, és arra jutottam, hogy oké, fotón szép, videón távolról szép, de amikor közel megy az ember egy kontaktlencsés, egy színes kontaktlencsés emberhez, akkor egyszerűen látszik, és mű. Egyáltalán nem tűnik természetesnek, és én ilyen kontaktlencsét nem akartam, szóval végül is mindig alább hagyott az érdeklődésem, amikor így volt egy ilyen fellángolásom, és utána néztem a dolgoknak, akkor egyrészt az, hogy milyen rohadt drága, másrészt az, hogy egyszerűen nem természetes. És akkor most ezért most már jó pár év eltelt azóta, hogy legutóbb akartam venni színes kontaktlencsét, és most körülnéztem, ugye most már YouTube-on is lehet review-kat nézni színes kontaktlencsékről, úgyhogy egyszerűbb a választás, és hát egy olyan, nem tudom, 5 órát töltöttem el azzal, hogy megpróbáljam megtalálni a legjobb márkát, a legjobb árnyalatot, olyan weboldalról rendelni, ahol a lehető legolcsóbb, ahonnan a szállítási költség sem sok. Úgyhogy végül is nem volt egy egyszerű menet, de végre megrendeltem, és megérkeztek. Ja, és végül is nem csak egy színt rendeltem, mert ugye a zöld volt az alap, amit mindenképpen szerettem volna, és a zöldből volt olyan, ami dioptriás, úgyhogy feles-feles, amit rendeltem. Tehát még látok is benne, ami szuper. És utána, a végén észrevettem, hogy ugyanettől a márkától, ez a Solotica egyébként, és a zöld az Amber, vagy Amber, attól függ, hogy melyik weboldalról veszi az ember. És volt egy Crystal nevű, ilyen Natural Colors, azt hiszem ez a neve, és az pedig ilyen nagyon világos kék, és annak az az érdekessége, hogy az írisz körül sötétebb egy kicsit, amitől egy picit talán természetesebb, úgyhogy ez a két fajta van, illetve ez a saját szemem színe, a barna, próbáljuk is fel. Hát így néz ki a zöld, és szóval kicsit zombis, egy kicsit túlvilágos. Nem ez az a zöld, amit úgy elképzeltem magamnak kicsikoromban, hanem
hanem sötétzöld, ilyen nagyon élénk, viszont nagyon sötétzöld. Ez viszont, nem tudom, egy kicsit gonosztá tesz engem szerintem. Szóval, nem tudom, hiába mosolygok, olyan nagy ilyen gülű szemeim vannak, hogy ez a világos, ilyen szúrós tekintet, ez így, nem tudom, nem túl kedves. Úgyhogy tök jó, hogy látok benne, meg nagyon tetszik, hogy ilyen természetes, mert szerintem egészen természetes közelről is. Viszont magamnak nem tetszem annyira ebben. Úgyhogy, hát ilyen. Egyébként tudom ajánlani, mert nem kényelmetlenebb egyáltalán, mint a sima orvosi lencse. És hát tényleg természetes meg minden, de nekem nem áll jól. És akkor a másik, ez a szín, ez ilyen, hát világos kék, és ez nekem sokkal jobban tetszik magamon, valószínűleg azért, mert van ez a kör az íris szélén, és hát nem tudom, ettől természetesebb, vagy nem tudom, távolról sötétebbnek tűnik, szóval ezt én imádom magamon, viszont ezt kevésbé bírom elviselni, szóval szerintem most is látjátok, hogy kicsit könnyezik tőle a szemem, kicsit vörös, szóval ezt én nem tudom órákig elviselni magamon sajnos, pedig ez tetszene. Ami nem tetszik benne, hogy bár tök jól elfedi a sötét íriszemet, viszont ez a kör, ez nem teljesen középen van. És hát emiatt egy kicsit furán néz ki. Ezen a szememen vettem észre, hogy itt belül sokkal, sokkal vastagabb ez a kör vonal, mint kívül. És egyébként szerintem szép, ez nekem jobban is el, szóval ezt hordanám. Csak sajnos tényleg nagyon nehezen viseli el a szemem. Csak nem tudom, néha van olyan, hogy felveszem és egyáltalán nem zavar, és akkor el tudok lenni vele, hát egy pár órát, de mondjuk egy egész napot, azt tudja, hogy nem tudnék elviselni benne. Egy valami, ami nagyon-nagyon tetszik ebben a lencsében, hogy belül a legbelseje az így átmenetes. Szóval látszik mögötte a barna szemem, és ettől tök természetes az egész, és így gyönyörű, hogy van egy kör van, ami hát nem tudom, sötét, szürke, vagy ilyesmi, aztán egy ilyen nagyon világos, világos, kékes szürke, és ez így szépen átmenet a barnába, ami meg a természetes színem, úgyhogy ez a kedvencem a kettő közül. Ebből egyébként nem is rendelhető dioptriás, a másikból azt hiszem, hogy bármilyen dioptria rendelhető. Ez volt, hát olyan 10.000 forint, a másik meg 18, úgyhogy tudom, ez valami állati drága volt, de úgy voltam vele, hogy oké, már több mint 10 éve vágytam arra, hogy kipróbáljam, milyen lenne más színű szemmel élni, és most elköltök ennyi pénzt, és akkor vagy nagyon tetszik, és akkor megéri, vagy nagyon nem tetszik, és akkor aztán kidobott, ablakon kidobott pénz, és legalább akkor nem fogok többet akarni ilyet. Úgyhogy, hát szerintem nem fogok ilyet rendelni többet, hanem hát az egyik egy hónapos, a másik egy éves, úgyhogy kihasználom, amennyire tudom, de aztán belenyugszom, hogy a szemem nagyon nehezen viseli el a kontaktlencsét, és nem akarok majd többet színes kontaktlencsét, vagy majd 20 év múlva, amikor kitalálják azt a fajtát, ami egyáltalán nem irritálja a szemet, akkor majd veszek magamnak egy újat, talán. Szóval tényleg nem bántam meg, hogy megvettem őket, és nektek is tudom ajánlani jó szívvel ezt a márkát, tehát Solotica. Én a visionmarketplace.com oldalról rendeltem, és semmi gond nem volt a kiszállítással. Azért írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik áll nekem a legjobban, a saját színem, a zöld, vagy ez. Jó, hát azért szerintem a saját, a barna színem az, ami úgy tükrözi a személyiségemet legjobban. Ez egy kicsit vagányabb. Kicsit vagányabb, mint én. A zöld az meg, nem tudom, olyan gonoszá tesz, azt nem annyira szeretem. Úgyhogy ennyi, és iratkozzatok fel, hogyha tetszett ez a videó, és kövessetek Instán és Twitteren, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!